Szeretettel köszöntök mindenkit a Ludovika TV külön kiadásában, amelyben ma csak és kizárólag a felvételivel kapcsolatos kérdésekre fogunk válaszolni. A válaszadásban segítségemre lesz Paplogó Edit, a Központi Tanulmányi Irodának a vezetője, hiszen mindössze már csak 5 nap van február 15-éig az általános felvételi eljárás záró napjáig. Számos kérdést kaptunk, amelyeket köszönünk, és akkor el is kezdjük a válaszadást, mindjárt azzal, ami most futott be a legutoljára, amely azzal kapcsolatban szeretne információt kérni az úriember, hogy van-e bármilyen alternatíva arra, hogyha elmúlt 25 éves, hogyan lehet felvételizni a hadtudományi és honvédtisztképző karra, ha lehet egyáltalán? Jelenleg sajnos a jogszabályok nem tesznek, nem ad lehetőséget arra, hogy ő 25 évesnél idősebbként a katonai képzésekre jelentkezzen. Jelenleg az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar hirdeti a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitika alapképzési szakot, viszont ez a szak 2020. február 1-ével átkerült a hadtudományi és honvéd tisztképző karrahoz. Ott nincsen korhatári megkötés, úgyhogy oda tud jelentkezni. Van egyéb felvételi követelmény erre a szakra, a hadtudományi és honvédtisztképző karon? Igen, ugye emelt szintű érettségi minden jelentkezéshez szükséges, és itt nyelvvizsga is kell, középfokú nyelvvizsga is szükséges. Szóba került már ugye rögtön az első kérdés során a hadtudományi és honvédtisztképző kar. Ez a kar, illetve a rendészettudományi kar az, amelyre a legtöbb kérdés érkezett, főleg a sajátos felvételi eljárás és az ahhoz kapcsolódó követelmények miatt. Rögtön az első kérdések között kaptuk azt, hogy milyen orvosi vizsgálatokat kell elvégezni, ha valaki a rendészettudományi karra szeretne felvételizni, illetve a beutalót az NKL küldi-e ki, vagy az igazolást már a február 15-i határidőhöz kell csatolni. Megfordítanám a kérdéseket. Beutalót nem küld ki az NKE, azt a házi orvostól kell beszerezni az összes vizsgálathoz majd. Nem kell felcsatolni semmiféle fajta orvosi papírt február 15-ig a jelentkezésekhez, és akkor mondom a bővebbet, hogy miket kell beszerezni. Ugye van egy fizikai alkalmassági vizsgálat, ez általában április második felében kerül rá sor, ha ott alkalmas minősítést szerez a jelentkező, akkor utána kapja meg az orvosi vizsgálatra az időpontot. És ahhoz arra az orvosi vizsgálatra kell majd magával vinnie azokat az igazolásokat, amit tehát tüdőszűrő, egy évnél nem régebbi tüdőszűrő eredményt, EKG eredményt, hallásvizsgálati eredményt, szemészeti eredményt, 3 hónapnál nem régebbi vér- és vizeletvizsgálatról eredményt, nők esetében kell 1 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet, és 1 éven belüli citológiai vizsgálat eredménye, férfiak esetében pedig 1 évennél nem régebbi urológiai vizsgálat eredményét kell majd magukkal vinniük. Hadtudományi karon van-e lehetőség levelező vagy távoktatásra? Hát alapképzés esetében nincs, mesterképzés esetében egy olyan szak van, ami mindenki számára nyitott, ez a védelmi infokommunikációs rendszer tervező szak levelező képzés esetén. Szintén speciális dokumentumokkal kapcsolatban érkeztek kérdések, méghozzá a felvételihez szükséges HHK által kért speciális dokumentumokkal kapcsolatban azt szeretnék kérdezni, hogy milyen dokumentumokat kell feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezéskor. Hogyha konkrétan arra, amit maga a kar kér, az egy nyilatkozat, amit a kar honlapjáról tud letölteni, és ez mind speciális dokumentum, ezt kell. Megtévezte egy picit a honlap, mert felvételi 2019 alatt található meg, de a dokumentum az megfelelő, amit onnan le tud tölteni, és ki kell töltenie. Így van, ez a honlap link, ez majd elérhető lesz, elméletileg így a élő bejelentkezés során mindenki számára, mert elég bonyolult lenne felolvasni ezt most, úgyhogy azon az oldalon, aki a HHK képzése iránt érdeklődik, minden pontos információt meg tud találni.
Nyilván ennek az évnek egy nagyon fontos kérdése volt a nyelvvizsga. Ezzel kapcsolatban is érkeztek kérdések. Az egyik legfontosabb, hogy egyrészt meddig kell letenni a nyelvvizsgát, és mikorra kell tulajdonképpen meglenni a nyelvvizsgának. Ugye július 9-éig tud bármiféle fajta hiányzó dokumentumot felcsatolni a jelentkező a felvi.hu oldalra, úgyhogy addig kell a tényleges bizonyítvánnyal rendelkeznie. Tehát, hogyha visszaszámolunk, általában egy ilyen 30-60 napos kiállítási határidővel dolgoznak a nyelvvizsga központok, akkor azért így a május végi nyelvvizsga lehetőséget meg kell ragadni, és sikeresen teljesíteni. Kaptunk egy általános kérdést, amit nyilván szét kell bontanunk, hogy minden szakra kell-e nyelvvizsga és emelt szintű érettségi. Nyilván ahány képzésünk van, annyiféle bemeneti követelménnyel rendelkezik, de azért általánosságban el tudjuk mondani azt, hogy mely karra nagyjából mi szükséges. Az emelt szintű érettségi az minden képzésünkre szükséges. Rendészettudományi karon nappali képzésben a nyelvvizsga mindenhova bemeneti feltétel, ami civilek számára pályázható, ugye ott is van két olyan képzés, ami csak zárt pályás, és a levelező képzéseink is, oda nem kell nyelvvizsga. Hadtudomány és honvédtiszt képzőkaron minden képzésre szükséges a nyelvvizsga, és akkor itt jön az államtudományi kar, ahol vannak olyan képzések, ahova kell, és van, ahova nem kell. Nem kell nyelvvizsga a közigazgatás szervezőre és az osztatlan államtudományi szakra, és a többire igen. Tehát ez mondjuk a nemzetközi igazgatás és a nemzetközi biztonság és védelempolitika, és a víztudományi kar alapképzéseire egyikre sem kell nyelvvizsga. Itt a nyelvvizsgával kapcsolatban jött egy olyan kérdés, most egy kicsit előre lapozok, hogy lehetséges-e az, hogy nem egyszerre teszi le valaki a komplex típusú nyelvvizsgának az egyes részeit. Szó szerint úgy szól a kérdés, hogy az RTK-nak a karjaira kötelező komplex C-típusú nyelvvizsgát elfogadjuk-e úgy, hogy B2-es nyelvvizsgája van a kérdezőnek, és külön vizsgából és külön időpontban tette le a nyelvvizsgát, azaz a szóbelit megszerezte még januárban, de az írásbelit februárban teljesítette, és egy másik nyelviskolánál a kettőt. Ez nem okoz problémát, hogyha mind a kettő akkreditált nyelvvizsgaközpont, tehát akkor el tudjuk fogadni, mert akkor az a lényeg, hogy az egyik írásbeli, a másik szóbeli, és akkor abból kijön a komplex. Van, aki több szakirányt szeretne megjelölni, reményeink szerint mindegyiket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, de hogyha 5 szakirányt jelöl meg valaki, akkor az utolsó 2-ért kell-e fizetnie? Igen, mert 3-at lehet ingyenesen, a többi az szakonként szakirány 2000 forint, tehát akkor így neki kétszer 2000 forintot kell fizetnie. Mennyibe kerül ez az iskola? Kaptunk egy ilyen kérdést, amit nyilván nagyon, nagyon egyszerű felolvasni, de azért ezt szét kell bontani, hiszen ez is képzésre válogatja, hogy kell-e egyáltalán fizetni, és ha igen, mennyit? Hát ez megint haronként, képzésenként eltér. Rendészettudományi kar nappali alapképzései általában közszolgálati ösztöndíjas, azaz államilag támogatott képzések. Van egy szakirány, a rendészeti igazgatás biztonsági szakirány, ahol meghirdetjük önköltséges formában is a képzést. Itt 200, ez most fejből nem fog menni, bocsánat, 265 ezer a körül van, igen. Forint a díja, és ugye katasztrófa védelem alapképzési szakon van iparbiztonsági szakirányunk, ahol 295 ezer forintos féléves önköltség van, levelező munkarendben van iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti önköltséges szakirányunk, ahol 250 ezer forint az önköltségdíja. Az ANTK-n párba vannak meghirdetve, mert államilag támogatott, tehát közszolgált ösztöndíjas és önköltséges formában is meg vannak hirdetve a képzéseink. Ott a közigazgatás szervező államtudományi osztatlan szak és a nemzetközi biztonság és védelempolitika nappali képzése 265 ezer forint,
és a nemzetközi igazgatáson pedig 295 ezer forint az önköltség összege. Ez levelezőn egy kicsit kevesebbe kerül. A közigazgatás szervező és az államtudományi osztatlan az 255 ezer forint, a nemzetközi igazgatás pedig 285 ezer forint. A hadtudományi kar a legjobb, mert ők csak államilag támogatott képzéseket hirdetnek, és akkor a víztudományi karon is párba vannak meghirdetve ezek a képzések, tehát államilag támogatott és önköltségesben. Építőmérnöki szakon 220 ezer forint a fél éves önköltségdíj, a környezetmérnöki szakon 210 ezer forint, és vízügyi üzemeltetési mérnökin 200 ezer forint ez a nappali. Levelezőn egy picit egyszerűbb, mert építőmérnöki és vízügyi üzemeltetési mérnökin 200 ezer forint, és a környezetmérnökin pedig 190 ezer forint az önköltségdíja. Jó soknak hangzik így egybe, de végül is az NKA hallgatóinak jelentős többsége közszolgálati ösztöndíjasként, tehát állami támogatással tud tanulni, úgyhogy ez kicsit rosszabbul hangzik, mint ami a valóság. Ismét jött egy kérdés arra vonatkozóan, hogy ha a HHK-ra szeretne felvételizni, akkor az ehhez szükséges dokumentumokat, nemzetbiztonsági alkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulási nyilatkozat, illetve a beleegyezést igazoló, a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére hol és hogyan tudják beszerezni. Azt hiszem, akkor ismét elmondjuk azt, hogy az Egyetem Hadtudomány és Honvédtisztképző weboldalán a oktatás menüpont alatt a felvételizőknek szóló almenüben a katonai alapképzésnél minden egyes dokumentum megtalálható és letölthető. Úgyhogy érdemes azt keresni, és ugyanez igaz a rendészettudományi karon is a felvételizőknek szánt menüpont alatt minden egyes nyilatkozat elérthető, és itt is van egy olyan kérdés, hogy milyen dokumentumokat kell csatolni a felvételihez, illetve csak azt az egy nyilatkozatot kell kitölteni, ami úgymond a honlapon csatolva van. Hogyha olyan képzésre jelentkezik, akkor igen, úgyhogy ő ügyes volt, megtalálta. A felvételit, azon belül is az egészségügyi felvételi alkalmas minősítést mennyire befolyásolja az, hogy kontaktlencsét hord a kérdező, azaz mennyi az a dioptria mínuszban, ameddig sikeres lehet a felvételi? Ez az a kérdés, amire mi nem szoktunk válaszolni, mert ez egyértelműen egészségügyi kérdés, és mi ehhez nem értünk. A rendészettudományi kar alkalmassági vizsgálatát a jelentkező állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrfőkapitányság egészségügyi szolgálata végzi el, tehát őket kell megkeresni ez ügyben. Hogyha a hadtudományi és honvédtisztképzők arra jelentkezik, akkor pedig a kecskeméti egészségügyi vizsgáló kell megkérdezni, mert ők tudnak válaszolni. Tehát ez annál egy kicsit komplexebb kérdés, hogy erre mi tudjunk válaszolni. És meg úgy tudom, nem is kizárólag csak a dioptria nem, számít, hanem... Nem, mert a látáséleség és több minden más egyéb befolyásoló tényezés, mert teljes egészében vizsgálják a jelentkezőket. Kiberbiztonsági képzésünkre is érkezett kérdés, bár csak általánosan, hogy a kiberképzésről szeretnének információt kapni, amivel csak azért vagyunk bajba, mert van a rendészettudományi karnak is kiber képzése, van az államtudományi és nemzetközi tanulmányok karnak is ilyen jellegű képzése, úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy mire gondol a kérdező, de pár információt azért mondjunk el ezekről, hiszen ezek mind új képzések. Így van, tehát hogy a kiberbiztonsági mesterszakról van szó, akkor ugye ő, ha jól emlékszem, tehát leginkább az összevonások érdekli, és hogy levelező, hogy ugye ott a levelező órák hogyan lesznek. Hát ez az, amit így előre nem tudunk megmondani, hogy milyen napra lesz konkrétan. A terv az, hogy két hetente péntek-szombati időszakban lennének a képzések. Hogyha az RTK képzésére gondol, akkor ott hetes összevonások, tehát egy hétig van összevonáson itt akkor már a hallgató, és ez háromszor-négyszer történik meg egy fél évben. De ez mindig
attól függ, hogy hogy sikerül a letervezése az órarendeknek. Ami még csak folyamatban van, még nagyon az előkészületeknél tartunk. Mikor várhatók az alkalmassági vizsgálatok azon a két karon, ahol ez elsődlegesen fontos? Ugye ez a rendészettudományi kar és a hadtudományi és honvédtisztképző kar. Hát maga az alkalmassági vizsgálat az ugye áprilistól, tehát április végétől június elejéig lehet lebonyolítani. A hadtudományi és honvédtisztképző karon már tudjuk, hogy április 23-a és június 15-e között kerül majd lebonyolításra. Minden jelentkező értesítést fog kapni a pontos időpontról, amikor beosztásra kerül. Az RTK-n jelenleg annyit tudunk, hogy április 2. felében fizikai alkalmassági vizsgálat a kezdő időpont, és ő is értesítést fog kapni a pontos időpontról, hogy mikor kell jönnie. A rendészettudományi kar fizikai alkalmassági vizsgálatához egyébként elérhetőek felkészítő tanfolyamok is. Ezekről érdemes a egyetem weboldalán tájékozódni, hogy pontosan mikor lesznek ezek, illetve az egyetem YouTube csatornáján van egy oktató videó, hogy hogyan lehet erre a felvételi vizsgára felkészülni, ugyanis nagyon komoly követelmények vannak. Érkezett kérdés is arra vonatkozóan, hogy milyen pontokkal zajlik a fizikai alkalmassági vizsgálat, és nem elvéve a válaszadást Edittől, azt annyit elmondhatunk, hogy a rendészettudományi karon, ha egy feladat nem teljesül, akkor az egész fizikai alkalmassági vizsgának ez a része nem teljesül, tehát érdemes jól felkészülni erre a kihívásra. De akkor hogy néz ki ez részleteiben a rendészettudományi karon, és hogyan néz ki a hadtudományi és honvédtisztképző karon? Hány ponttól számít alkalmasnak egy fizikai alkalmassági vizsgálat? A rendészettudományi karon 80 pontot el kell érnie a megadott feladatokból a jelentkezőnek, úgy, hogy pontosan egyik gyakorlatból sem lehet nulla pontos kísérlete. Nagyon jó hasznosítható, ami fent van a honlapon, a táblázat, mert ott meg lehet nézni azt, hogy miért hány pontot tud kapni, és akkor erre ő föl is tud előre készülni már. A hadtudományi és honvédtisztképző karon ennél egy picit bonyolultabb a számítási rendszer, meg ugye el is tér, hogy mi az alkalmassági követelmény. Ott lényeges az, hogy ott van egy 3200 méteres síkfutás, amiből maximális pont a 160, tehát ott eleve egy más pontozási rendszer van, és abból minimum 60 pontot el kell érnie. És van még a többi feladat, amiből pedig feladatonként 30-30 pontot kell elérnie, de az a lényeg, hogy 220 pontot a 4 feladatból elérjen a jelentkező. Tehát itt is tud számolni egy picit, hogy melyikből jobb, és akkor melyikből tud egy picit jobbat teljesíteni, hogy a 220 pontja meglegyen. De az fontos, hogy ez a pont, ez nem számít bele a felvételi összpontszámba. Tehát itt konkrétan ugye kellett egy pontozás, ez azt jelenti, hogy ő alkalmas, vagy nem alkalmas. Semmi másban ez a pont nem számít bele. Bárhonnan érkezhetnek-e hozzánk hallgatók, tehát például bűnügyi igazgatás alapszakra, vagy speciális rendészeti középiskolából kell jelentkezni, vagy bármelyik középiskolából jelentkezhetnek bárhonnan hozzánk? Bárhonnan várunk bárkit szeretettel. Mit takar az alapkiképzés a HHK-n? Hogyan lehet felkészülni rá? Hát, hogy hogyan lehet felkészülni rá, ez egy nehéz kérdés, szerintem sehogy. Lélekbe kell megerősítenie magát. Ez egy 5 hetes intenzív felkészítés, ahol a katonai életre szocializálják őket, lövészeten vesznek részt, ott is azért egy elég kiemelt fizikai terhelést kapnak a jelentkezők, akkor megy a hallgatóink, és ennek az a másik fontos lényeges pontja, hogy ez már beleépült a tantervbe, és ezzel egy 20 kreditnyi mennyiséget már teljesítettek ennek sikeres teljesítésével az első fél évre előírt kredit mennyiségből, természetesen vizsgával zárul a vége. Fel kellett töltenem a jelenlegi leckekönyvemet a felvi.hu-ra, ha még nem áll rendelkezésemre az alapszakos diploma. Nem. Nem. Van itt egy rövidítés, feltételezem nemzetközi igazgatás akar lenni. Nemzetközi igazgatás alapszakról jelentkezem nemzetközi tanulmányok mesterszakra, és áprilisban lenne a szóbeli interjú, de akkor Erasmuson leszek.
Van-e másik időpont? Hát ezt a kar tudja majd megmondani, hogy ők hogy tudnak-e, jelezze majd mindenképpen feléjük. Ugye itt a határidők, ezek azért vannak így kitalálva, mert ezeket az alkalmassági vizsgálatokat rögzíteni kell a felvételi rendszerbe. Tehát ugye az egyetemnek is vannak feladatai a Felvin, a Gólya rendszerben, és ugye azért nem két jelentkezőt hívunk be erre az elbeszélgetésre, úgyhogy ezt majd mindenképpen jelezze az adott tanulmányi osztályának, hogy ő abban az időpontban nem tud eljönni, hát ha tudnak neki másik időpontot biztosítani. Kiberbiztonsági mesterképzésre kell-e az alapszakot a karon teljesítő személynek a felvételi kreditszám igazolásához a releváns tárgyakról tantárgyi tematika az adott tanszékekről? Kredit, mivel mesterszak, előzetes kreditelismerési kérelmet kell beadnia. Sajnos elő van írva, hogy csatolni kell hozzá. Értem. Már csak pár percünk van, tehát aki még kérdezni szeretne, az most tegye meg online, de addig is megválaszoljuk azokat, amik megérkeztek. A rendészettudományi karon az 5-7-es kiképzés mennyire intenzív, mire számítson a frissen bekerült hallgató? Az, hogy intenzív. Tehát eleve az, hogy 2 hétig nem mehet haza, szigorú napi rendszerint élik az életüket, tehát reggel ébresztő van, reggeli torna, szemle, reggeli, utána foglalkozások, ez azért egy nagyon nagy fizikai megterheléssel járó időszak. És hát a rendészeti szocializáció, tehát lehet, hogy valakinek a fizikai terhelés nem annyira vészes, mint a pszichikai terhelés. Úgyhogy ott azért az 5 hét az kemény, de teljesíthető. Tapasztalatok alapján hogyan lehet erre felkészülni, vagy mi a legjobb javaslat egy olyan leendő jelentkezőnek, akár a hadtudományi karra, akár a rendészettudományi karra jelentkezik, hogy... Hát azért fizikálisan egy picit, tehát ne hagyja el magát, azért azzal legyen. És hogy kicsit a gondolkodásmódján kell változtatni azon, hogy ő most bekerül egy olyan rendszerbe, ez egy parancsuralmi rendszer. Tehát ha neki azt fogják 5 óra akkor mondani, hogy fel kell kelned, akkor fel kell kelnie. Tehát itt ez, hogy gondolkodásban kell átállítani magukat, hogy ez már nem középiskola, és nem otthon vagyok, hogy anya megsimogat, és ébredjél, kisfiam. Kérdezi kis tőlünk, itt úgy látszik, ez nagyon foglalkoztatja a leendő felvételizőket, hogy rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakirányán kötelező-e civilként is a kollégiumban bentlakás, feltételezem az első évre gondol, és a reggeli torna. Nem. És lehet-e jelentkezni erre a szakra 25 év felett? Nem. Tehát nem kötelező, ők civil képzések, őnekik alapkiképzésük sincs, viszont a 25 éves korhatár rájuk is vonatkozik. Tehát függetlenül attól, hogy valaki rendészeti képzésre jelentkezik, vagy civil képzésre, 25 év alapképzésben a korhatár. Második nyelv tanulására van-e lehetőség az egyetemen, és ha van, milyen nyelveken? Szinte az a kérdés, hogy mind nem. Hát van lehetőség, mondjuk itt attól is függ, hogy ő most milyen szakon szeretne majd tanulni, mert a rendészettudományi karon, hadtudományi karon azért ugye szaknyelvi képzés folyik. Ott pont arra építenek, hogy valaki már egy nyelvvizsgával bejön, neki van egy alapja, és arra építik fel a szaknyelvi nyelvvizsgát. Hogyha más egyéb, tehát hogyha a másik két karra jön, akkor hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért az angol, német, orosz, francia, kínai, tehát ilyen lehetőségek vannak, ilyen nyelveket tud tanulni, mindig azért attól is függ, hogy hány jelentkező van rá. De azért választék van. Lehet japánul, arab is, igen, tehát azért mondom, hogy ugye attól függ, hogy éppen igen. Melyik, hányan jelentkeznek az adott évfolyamba adott nyelvre. Erkölcsi bizonyítványt mikorra szerezzem meg? Esetleg már most csatolnom kéne a felvételihez? Nem. Pont ez most majdnem így mondta, hogy Isten ments, mert hogy a beiratkozáshoz kell, és 3 hónapnál nem régebbi, és a beiratkozás az bőven augusztus, és addig lejár a 3 hónap. Akkor kell megkérniük, amikor felvételt járnak. Így van, amikor megkapta az értesítést, hogy felvették, akkor meg igénylés, szerintem pár napon belül meg is kapja.
mennyi pontot érdemes összeszednem, hogy biztosan bekerüljek az adott szakra? Hát itt nyilván jó lenne tudni, hogy melyik szak Mihoz? érdekli a kérdezőt, de itt nyilván csak azt a tanácsot tudjuk adni, hogy minimum annyit, Hát mint... minimum 280-at el kell, hogy érjen, mert anélkül nem vehet részt a felsőoktatási felvételi eljárásban. És pontosan szakonként, szakirányonként változik, mert azért vannak olyan szakirányaink, szakjaink, ahol bőven 400 pont fölött volt tavaly a felvételi ponthatár, és azért ugye a 340-től 420-ig bezárólag elég tága. Igen, de ezt alapvetően mindig az adott év És ugye hát ezt még létszáma előre nem eredményei tudjuk döntik el. megmondani pontosan. De ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy legalább annyit, amennyi az előző évben volt, a korábbi évek pontszámai irányadók tudnak lenni, de ez sosem Sosem, 100%. így van. HHK-ra jelentkező hallgató kérdezi, hogy a speciális dokumentumokat elég-e július 9-ig feltölteni, vagy már február 15-ig kötelezően kell? Hát, mivel ezt nem kell külön beszerezni, így célszerű, ha már most feltölti. Bármilyen dokumentum pótlására július 9-ig van lehetősége, de szerintem, hogyha ez most nem egy bonyolult dolog letölteni, kitölteni és feltölteni rendelkezésre áll, akkor próbálja meg 15-ig. Ne, a mi munkánkat könnyíti. Akkor kérjük minél előbb Minél, feltölteni, de így van. legkésőbb július Így van. 9-ig. Rendészettudományi karon az összes szakra kötelező-e a nyelvvizsga? Nappalin igen. Tehát a nappali alapképzéssel szakok esetében minden szakra függetlenül tehát rendészeti... Civil képzésről beszélünk, tehát ahova igen. jöhetnek frissen érettségizettek, oda mindenhova kötelező, igen. Kötelező. Komplex közökokú Komplex, nyelvvizsga. Így van. Így van. Európai Uniós nyelvek egyikéből vagy szerb, ukrán, beás, lovári, kínai. Jó, hát egyelőre ennyi kérdés érkezett, hogyha esetleg még van kb. 3 percünk, úgyhogy már mindjárt jött is egy következő, jó hosszú. Az egyetemre való jelentkezés során a felvi.hu azt írja, hogy fel kell tölteni az NKE által kért speciális dokumentumokat, nyilatkozat kötelezettségvállaláshoz, nyilatkozat kifogástalan életvitel ellenőrzéshez. Ha pedig ez nem történik meg, akkor nem hivatalos a felvételi jelentkezés. De amikor megnyitom az NKE RTK honlapját, azt írják, hogy ezeket a dokumentumokat majd csak a beiratkozásnál kell vinni. Akkor most kell lecsatolni a jelentkezéshez, vagy sem? Akkor itt tulajdonképpen ott tartunk, mint az előbb. Hogy a nyilatkozatot azt fel kell tölteni, szerintem a honlapon fent vannak azok a dokumentumok is, amiket majd a beiratkozáshoz kell A rendészettudományi hoznia. karon konkrétan ez a címe ennek az oldalnak, hogy a beiratkozáshoz Így szükséges van, dokumentumok. így van, de az a beiratkozáshoz. Igen. A nyilatkozat az meg a nyilatkozat polgári pályázók számára. Azt fel kell Azt tölteni fel a kell, így jelentkezéshez. van, így van. Nyilatkozat kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, az pedig csak egy hozzájárulás, hogy hozzájárul ahhoz, Így hogy van, de ellen... egybe van szerkesztve az egész, tehát hogy egy nyilatkozat van, és abban benne vannak pontonként, hogy akkor a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez hozzájárul, hogy vállalja ugye a tisztjelölti jogviszony, tehát ez nem kell külön dokumentumot keresni, ez egy darab nyilatkozat. Rendben. Tulajdonképpen ennyi férte be a fél órába, mert gyakorlatilag lejárt az időnk, amit erre a kérdésfelelekre szántunk, de akinek kérdése van, 5 napon keresztül még nyugodtan felteheti az egyetem tanulmányi irodájának, vagy a kari tanulmányi irodáknak, vagy a központi tanulmányi irodáknak. Köszönjük ezt a sok kérdést, és köszönjük azt, hogy velünk voltak, de ne menjenek messzire, mert 6 órától folytatódik a Ludovika TV-nek a hagyományos műsora, ami 6 órakor szokott minden nap kezdődni, és a mai adásban, a Kitekintő című műsorban a koronavírussal fogunk foglalkozni, méghozzá a katasztrófavédelem szempontjából, amire nálunk a hallgatók nem csak a katasztrófavédelmi szakon felkészítést kapnak. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!